A korábbiakhoz képest több támogatást vehetnek igénybe a fiatal gazdálkodók az idei évtől. Az április 1 igényelhető terület alapú támogatások keretében plusz forrásokhoz juthatnak hozzá, amelyeket a gazdaságuk fejlesztésére fordíthatnak fiatal gazdálkodók, akik a 40. életévüket nem töltötték be, és terület támogatást igényelnek, egy kiegészítő támogatást vehetnek igénybe. A gazdaságuk meghatározott mértékéig, tehát 90 hektár nagyságrendig, 67 eurós kiegészítő támogatáshoz juthatnak hozzá. Ennek, ehhez hozzájuthatnak cég képviselőjeként is, ez egy nagyon fontos dolog, viszont magának a támogatás igénylésének a során ehhez szükséges bizonyos dokumentumokat csatolni a kérelemhez. Úgyhogy erre kérem, hogy figyeljenek oda, amikor igénylik a támogatást. A szakember azt is elmondta, hogy az egységes támogatások mellett folyamatosan növekszik azoknak a száma, akik kihasználják a fiatal gazdapályázatokat is. A legutolsó fiatal gazda induló támogatás kiírása kapcsán. Az első körben egy elég magas ponthatárt határozott meg a minisztérium. Nagyon nagy volt a jelentkezők száma, a beadott pályázatok száma, és a, a programzárás végén a pénzügyi elszámolás lehetővé tette, hogy a magas ponthatárt lejjebb szállítsák, és itt a megyénkben ennek megfelelően január első napjaiban közel 200 fiatal gazdálkodó kapta meg az induló támogatást. Annak érdekében, hogy minél többen tudjanak sikeresen szerepelni a fiatal gazdapályázatokon, képzéseket szervez a Megyei Agrárkamara. Itt elsősorban pénzügyi és gazdálkodási ismereteket szerezhetnek a résztvevők. Nagyon sok ismerettel megismerkedünk, hogyan kell elindulnunk, szóval mit kell csinálnunk, milyen törvényeket kell betartanunk, milyen pályázati lehetőségeink vannak, ezt jónak tartom. A megyei agrárkamarában azt is elmondták, hogy az év második felétől tovább egyszerűsítik a pályázati feltételeket, ami lehetővé teszi, hogy még több fiatal gazdálkodó vehesse igénybe ezeket a forrásokat.